De azt látom rajtad, hogy szinte fel se fogod, vagy el se hiszed, hogy mi történt. Ugye ez. Az elképesztő volt ez a két nap. Itt nyilván az is, hogy én végigmentem, hogy a Viktor holnap döntőt birkózik. Megcsípjenek, hogy mi legyen? Tollár Danival beszélgettem, meg a Tóth Rafael professzorral, és mind a ketten már az olimpia előtt is azt mondták, hogy egyébként nem tudnak más elképzelni, csak azt, hogy Lőrinc Tamás olimpiai bajnok lesz, és így zárja le a... Hát azért ezt nagyon nehéz kijelenteni, főleg birkozásban, szóval az azért nagyon nem így van, de nem jutok szóhoz. Kivel beszéltél először, még tudtál egyáltalán bárkivel? Próbáltam a feleségemet hívni, de hát gondolom 100-an, 1000-en hívták, és így nem nagyon értük el egymást, és pont mikor elindultunk az eredmény hirdetésre be, akkor vette fel, de már vették ki a kezembe a telefont, és csak valamit belekiabáltam, úgyhogy nem is tudtunk beszélni. De azóta már egy pár szót azért tudtunk váltani, úgyhogy... És ugye azért most a papírformát nézzük, akkor regnáló Európa bajnokként, világbajnokként, világranglista elsőként jöttél ki. Azért, hogy mondjam, te is magadban nyilván érezted, hogy ha itt most nem, akkor sehol soha. Hát így jól nézett ki, igen. Ez most így jól néz ki. Hát nagyon nehéz erre nyilván most ezt így előre megmondani. Persze. De hát jól alakultak a mérkőzések. Igaz, hogy nem volt az első meccsem, én azért... Ez hiányzott? Hogy mondjam... Igenis, meg nem is, mert ez a japán, mint láttuk, elég kellemetlen volt, mert ezt az irányt is hogy leiskolázta. És azért jó lett volna először egy kicsit érezni a szőnyeget, a légkört, milyen is. Nyilván próbáltam úgy bemelegíteni, mint hogy ha lenne első meccsem, de mégsem, mert azért magammal sem akartam kicseszni, hogy köszönöm, ha már egyel kevesebb van, akkor inkább az maradjon bennem. És végül is jól alakult az első meccs. Aztán a második fél időben egy kicsit megfáradtam, és ott a végén azt hiszem, hogy ott az utolsó tízben volt egy necces szituáció. Hát ez is. Hát ez a döntő is. Most ugye azt dumáltuk, hogy 12 éve vagy idősebb, mint az ellenfeled, aki amúgy itt nagyon nagyot ment, tehát le a kalappal a kirgis rác előtt is. De az utolsó másodpercekben az, hogy nem látszott meg, hogy ki a fiatalabb, vagy ki az idősebb, úgy küzdöttél, mint egy oroszlán az utolsó másodpercekben, és elképesztő. Úgy nekem ugrott az elején, hogy mondom, hogy ha ezt most 6 percig így akarja csinálni, akkor mondom, baj van. És akkor ugye le is küldtek. Ja. Hál' Istennek az utóbbi időben nagyon jól megy a lenti védekezés, nagyon jól ment. Abba azért eléggé bíztam, hogy azt ki fogom tudni védekezni, és ott szerintem egy kicsit megtörtő, hogy azzal elment neki egy lehetőség. És utána, mikor állásból folytattuk a mérkőzést, akkor éreztem rajta, hogy azért ez már nem az a tempó, mint az első 40-ben. És akkor én is egy kicsit megnyugodtam, és onnantól szerintem már én irányítottam a mérkőzést, és mindig csak az járt a fejembe, hogy még egy lépést, még egy centit, még egy kicsit előre. És hát hál' Istennek tényleg úgy alakult a mérkőzés, ahogy én azt szerettem volna, hogy alakuljon. És mennyiben határozta meg ennek a mérkőzésnek a végkimenetelét az, hogy az egész olimpia alatt a családod lebegett a szemed előtt? Hát nyilván, de egyszerűen alig várom már, hogy megöleljem őket, hogy az aranyérmet a nyakukba akaszthassam, mert tényleg nem csak nekem, ez nekik is egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Ez a sok edzőtábor, a sok felkészülés, én is azért elég sokat ingázok, nekem az úgy bevált. Hát hihetetlen, nehéz is volt, meg de végig támogattak, nem is lehetett volna ezt másképp, hogyha nincs mellettem egy ilyen ember, mint az MSE, aki koordinálja nélkülem az egészet, akkor ezt nem lehetett volna. Szóval akkor én ott a Dóri születése után nem működött volna ez, de hál' Istennek... És ez az is kellett, hogy nyilván az MSE is azért a birkózó sportban érkezik. Persze, hát ő pontosan... Tehát, hogyha nem lett volna birkózó, szerinted együtt lennétek még?
Hát akkor egy kicsit biztos, hogy nehezebb lett volna, de így, hogy a saját bőrén tapasztalta sok éven keresztül, hogy mit is csinálok és miért csinálom, így abszolút teljes mértékben társ volt ebbe, és így nagyon jól tudtunk együtt működni. Nyilván biztos, hogy nekem is, mikor olyan hullámvölgyes hetem van, és szinte otthon sem vagyok, és hazaesek, gondolhatod mi a jó kedvembe. Közben meg ő a két gyerekkel egész héten otthon. Ő biztos, is birkózik eleget. Neki igen. Is egy nagyon kemény, és akkor az néha nem volt egyszerű, de nagyon jól megoldottuk ezt az elmúlt időszakot, úgyhogy... Ha meg ahogy hallom, még építkezés is telefonon vezényelsz, pedig amíg ott személyesen ott vagy, akkor is gáz. De... Hát igen, mindent csinálunk, de... De hát hál' Istennek minden nyugodtan és rendesen haladt, úgyhogy nem kellett semmi mással komolyabban foglalkozni, úgyhogy igazából ez rendben volt. És igaz, hogy Rio után te abba akartad hagyni, vagy megfordult a fejedben az is? Hát igen, mert mindig úgy képzeltem a pályafutásomat, hogy én 66 kilós vagyok. 10 évig 66 kilóba versenyeztem, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy más súlyban én tudok eredményes lenni. Azért meg nem akartam maradni, hogy bábúnak, vagy most finoman, hogy nem tudom azt a teljesítményt nyújtani, mint 66 kilóba, akkor minek? Persze. Minek csináljam? Meg hát évekig ott volt egy bácsi Peti, akit ugye nem kell bemutatni. És így megmondom őszintén, hogy igaz, hogy nagyon hamar sikerült egy Európa-bajnoki címet nyernem, de azt a szintet ilyen 2011 körül értem el, amit stabilan tudtam hozni, és ott Londonban jól is meneteltem, és az egy majdnem jól sikerült olimpia lett, és utána sokan mondták, hogy már utána váltani kellett volna, igen, most azt mondják, de akkor nem mondta senki, érted. Meg én is úgy gondoltam, hogy most kezdek igazán jó lenni, és én ebbe a súlyba tudok olimpiát nyerni, én úgy képzeltem el. De sajnos a 4 év az ott sok volt, már Londonra is ilyen 8 kiló, 9 kilót fogytam, és ez Rióra, ez még több lett, és ott a fogyás elvitt az egész versenyzést, meg hát amivel a Viktorral történt, az segített, igen. Ugye ő volt előttem, azt végignézni, ahogy szinte a nyakába volt a bronzérem, és kiakasztották a nyakából. Szóval ott minden összejött, és nagyon el voltam keseredve, nagyon hitevesztett voltam, és úgy gondoltam, hogy itt a vége. Aztán hát nem az adott, kb. Másnap már Viktor mondta, hogy nem. Nincs vége, megyünk tovább, mész fel egy súlyt, és mondom, nem ár, hát 30 éves vagyok, nem bírom, én abban a súlyban nem hiszem, hogy jó tudok lenni, és csak mondta, mondom, jó van akkor, és tényleg fura volt, hogy ő vele történt ez a és még ő az egész, és ő tartotta bennem a lelket, és ő rúgdosott át engem ezen a komoly hullámvölgyön, meg persze azért én is, amit tudtam, mondtam, tettem, és egyből következő évben megnyerte a felnőtt EB-t, úgyhogy mondhatjuk, hogy elég gyorsan túltette magát rajta. Én meg akkor bronzérmes lettem, és akkor így szépen elkezdődött az elmúlt 5 év. És egymás nélkül nem jutottatok volna idáig, ez biztos? Hát szerintem nem. Szerintem nem. Mind a kettőnknek voltak azért komoly hullámvölgyei az elmúlt időszakokban, és nagyon tudtuk egymást segíteni, és ott álltunk mindig egymás mellett, és szerintem ez nekünk ez nagy segítség volt. Ugye ma sugárzott rólad a nyugalom egész nap, meg tegnap is. Holnap már nem így lesz, gondolom, amikor a Viktor birkózik. Lettél volna a fejemben, nem ezt mondanád, de nyilván próbáltam folyamatosan nyugodt maradni ilyenkor, azért nagyon sok minden végigfut az ember fején, a siker, a kudarc, az elmúlt évek, az ellenfelek, esetleg egy érzés, hogy nem olyan, hogy most fáj a hasam, csikar a hasam, nem olyan a lábam, és ezt így 2 napig mindig fókuszba tartani magunkat, és visszarántani abba, hogy nem, mert most itt vagyunk, és olimpia van, és jól felkészítünk, és 5 év, 20 év munkája van benne,
és valahogy sikerült mindig visszarántani magam ebbe az állapotba, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy itt végig tudtam menetelni, úgy gondolom. És emlékszem, hogy korábbi interjúban azt mondtad, hogy a Sike András, ugye az edzőt, a szövetségi kapitány, ő volt az, akire azt mondhatjuk, hogy egy tökéletes olimpiát tudott produkálni. Most szerinted feljöttél már legalább volt versenybe? Hát ő ott látott, győzött, az biztos, mert megérkezett és mindenkit összepakolt. Én azért kicsit később érkeztem meg, mert ő szerintem ilyen 20-as év eleje, szóval 23-24, én meg máttor azért finoman fogalmazva is elég messze vagyok, mert most októberben tudnék indulni a veterán VB-n, mert már abban a korcsoportban vagyok. Hát emlékszem, amikor igen, behúztam a VB-t, akkor is az első interjúnál Lőrinc Tamás világbajnok. Igen, 100 évesen. Na, és akkor 102 évesen lettél olimpiai bajnok. Igen, hát az azért az parádi. De ezt érzed is egyébként itt a bemelegítő teremben, meg így általában, hogy jártok-keltek, hogy te egy olyan hát egy rutinos vérróka, de amellett meg azért egyik legnagyobb alakja ennek a sportágnak. Ezt éreztetik valad a többiek? Hát nem nagyon érzem én ezt, hogy megkülönböztetve lennék. Van olyan, akivel már nagyon régóta itt vagyunk és egymás mellett vagyunk, mint például az azeri srác, aki most harmadik lett, igaz, hogy nem egy súlyban, én ugye 66-ban, ő 74-ben volt évekig, és őnek is most ez a legnagyobb sikere. Uh-huh. De nagyon sok a fiatal, nagyon rengeteg, teljesen kicserélődött már az a mezőny, akivel még én elkezdtem, amikor még én fiatal voltam, hát azokból már tényleg senki nincs, úgyhogy ilyen utolsó mohikánok vagyunk ebbe a környezetbe. És ugye 2004 után lett újra magyar birkózó aranyérem. Majoros Istvánról van, hogy ő nyert akkor a témban. Tőle nagyon sok mindenben lehet tanácsot kérni, ahogy tudom, de erre az olimpiára ő mondott neked egy-két jó szót, mielőtt elindultál? Hát nem is tudom, hogy mikor beszéltünk utoljára, írt azt hiszem SMS-t, még valahogy az olimpia előtt, de úgy személyesen már régebben beszéltünk, hát hihetetlen, hogy ennyit kellett várni. Ugye Fodor Zoli is döntőt birkózott Pekingbe, én is Londonba, és sajnos nem sikerült. Remélem, hogy nem kell ennyit várni a következőre, hogy ez már holnap meg fog ismétlődni, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne. És a fogyasztással gondjaid voltak, akkor viszont a Majoroshoz fordultál, nem? Hát igen, ő is nagy fogyó volt, ez biztos. De most például nem volt ezzel gondolom. Nem, most sokkal barátibb a helyzet, ilyen 81-2 kiló vagyok, és onnan megyek 77-re. Uh-huh. Igaz, hogy ez a reggeli mérés, ez azért nem annyira emberbarát, de hát hozzá vagyunk már szokva több éve ez a szabály, úgyhogy ez a normál. Emlékszem, hogy ez is egy tőled egy idézet, hogy a Kocsis Ferenc például úgy lett olimpiai bajnok, hogy ő nem örült neki, hanem elfogadta. Tehát, hogy ugye tudomásul vette. Igen, tudomásul vette. De aztán elkezdett örülni. Igen, ott szóval volt puszi is, meg minden igen, a bírónak, igen. Meg mint a növényinél. Hát, de itt most, ha te így visszagondolsz és próbáld látni magad kívülről, látod magad, milyen ünneplést rendezett Lőrinc Tamás ott a birkózó szőnyegen, mert nekem szinte, nagyon, nagyon aténi flash-em volt. Szinte alig emlékszem rá, hogy ott a mérkőzés után mi történt, ezt komolyan mondom. Nem tudom, majd biztos vissza fogom nézni valamikor. Ugyanolyan volt egyébként, mint a Majorosnál, hogy rádugrottak a sikék, ott ugye ott is a komáromék rávetették igen, magukat. Igen, igen, emlékszem. És óriási, láttam sokszor videón, éppen most azon gondolkozok, hogy Isten milyen társasághoz csatlakoztam én, milyen nevekhez sikerült felkerülnöm. Hát nem azt, hogy sikerült felkerülnöd, ezt most már így, nem csak a statisztikák, hanem most ezzel az éremmel tényleg megkoronáztad a karrieredet, és akárkivel beszélek, mindenki megnyugtat, hogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy Lőrinc Tamás a legnagyobb magyar birkózó. Hát ezt azért én nem mondanám, de az biztos, hogy most sikerült egy olyan neves társasághoz csatlakoznom, ahova talán mindig is vágytam, vagy mindig is szerettem volna, hogy megvalósuljon az, hogy elmondhassam magamról azt, hogy olimpiai bajnok vagyok. Nem csak álmaimban, meg nem csak akkor, mikor egy hullámvölgyem volt, vagy a mínuszba futottuk a nagy tavakat Tatán, hogy akkor, hogy
olimpiai bajnok akarok lenni, és azért, hanem már most kimondhatom, hogy az vagyok, és ez, ez hihetetlen. Hihetetlen. És mi lesz az első dolgot, ha hazaérsz? Mert gondolom szét fognak szedni, tehát ahogy hallom, a klubod, a Kozma István Birkózó Akadémiától elkezdve a szövetség, mindenhol Lőrinc Tamás fogják akarni valamilyen pozícióba. Gondolkodtál már a jövőn? Nincsenek még konkrét dolgok. Egyben biztos vagyok, hogy nagyon szeretnék a birkozás közelébe maradni. Nyilván több dologba is nagyon szívesen kipróbálnám magam, de szeretnék a szőnyeg mellett is lenni. Szeretném ezt a tudást, amit felhalmoztam, ezt valahogy átadni a fiataloknak, megmutatni azt, hogy ezt az utat végig lehet járni, és ez úgy engem nagyon érdekelne, és a technikai finomítások, nagyon sok tehetséges, nagyon sok fiatal ügyes birkozónk van, akikből nagy bajnok lehet, és szeretnék részese lenni az ő útjuknak a jövőbe, úgy ezt képzelem el magamnak, de hát majd nyilván meglátjuk. Jó pedagógus vagy egyébként? Hát azt nem tudom, de... De a szőnyege meg tudod nekik mutatni, amikor így letekered őket. Úgy gondolom, hogy jó szót tudok érteni velük, és szerintem ez egy nagyon fontos része, az emberi rész, a technikai, meg a satöbbi tapasztalaton felül. Nyilván teljesen szűz terület ez nekem, mert én a másik oldalról néztem ezt, és ami lehet, hogy nekem azt mondom, hogy ez normális a másik oldalt, lehet, hogy egy teljesen biztos vagyok benne, hogy egy felépített dolog, hogy tudják azt, hogy kell hozzám szólni, hogy kell velem beszélni, bánni, mikor van az, amikor nem szabad hozzám szólni, és azért ugye ezt meg kell tanulni, úgyhogy ez nem úgy megy, hogy az ember kilép, és akkor azért, mert valaki jó birkozó volt, akkor az már biztos, hogy jó edző lesz, vagy jó vezető, vagy akármi, hanem ez is egy olyan út, amit majd tanulnom kell, és tanulni azoktól, akik már ezen az úton vannak, és jól csinálják, és úgy gondolom, hogy tudok majd tőlük tanulni ezen a téren. És úgy tudom, hogy ez nálatok egy ilyen szinte rituál, hogy a világversenyek után mentek a repkához horgászni. Ez most is lesz majd ilyen? Igen, Harsányi túra megyünk, már le van foglalva a helyünk, úgyhogy most itt egy versenyt lezárunk, ott egy újat nyitunk. Csak a szokásos. És mi lesz most a faluba szerinted, ha visszatérsz? Ugye nyilván azért nem adhatjátok rá, még ha lehetne, és a szabályok megengednék, akkor sem lehetne annyira elengedni magatokat, de hát... Nem, hát abszolút most szeretnék egyet zuhanyozni, valamit enni, mert az ma még nem nagyon sikerült. Bocsánat, egy kirgiszt elfogyasztottál azért. Igen, hát egy kicsit át kell gondolnom ezt a két napot, hogy mi is történt itt, szeretnék nyugodtan a családommal beszélni pár szót. Úgyhogy szerintem nem sokat fogok aludni ma éjszaka, úgy gondolom. És ha hazaérsz, akkor gondolom, hogy a családi lesz az első, és akkor majd utána jön a többi. Így van, utána a többi. Most akkor mennyi? Nem tudom, figyelj, még olimpiai bajnokként nem mentem haza soha, úgyhogy erre nem tudok válaszolni, hogy mi vár. Szeretnék már otthon lenni, szeretném őket megölelni. Ez most a legfontosabb számomra, aztán hát nyilván utána majd meglátjuk, hogy fog beleférni még pihenés, stb. A terv az még nincs. És akkor csak ma este érni maradva, kajára mi lenne most a legjobb? Mi este legjobban? Az hazai ízek, vagy eleszel a fagú éttermében is? Eleszek, de már hát nagyon unom, szóval... hallod. Pedig jó ízek, meg amúgy én szeretem a japán konyhát, csak... Meg ugye több nemzeti étel is megtalálható, de valahogy ezek az igazi magyar ízek, ezek a jó kaják, ezek a jó kis fűszeres dolgok nagyon-nagyon hiányoznak már. Ennék egy jó szelet, valami akármilyen húst, nem itt a ezeket a száraz csirkéket, meg itt tudom én, szóval nagyon jó el voltam a sushin, meg a japán levesen, de azért most már hiányoznak a magyar ízek. Belegondoltál abba, és amúgy milyen belegondolni abba, hogy ezen az olimpián ugyanannyi érmet fogunk szerezni, meg minden jól megy birkózás, mint úszásban? Hát nem, ilyeneken még nem gondolkoztam. Ezek elképesztő a dolgok, nem? Tehát, igen, ez
és valahogy ez a mi olimpiánk lett is. És most tényleg most a bírókra, most nyilván ugye a te, vagy a ti, most a maradjunk a Lőrinc tesók példáján, hogy az előbb te is említetted, hogy Viktor nem. Hát a sportdiplomáciánk sokkal jobb lett a Bacsa Péter által, hál' Istennek. Itt egy nagyon erős háttér van mögöttünk, és nekünk már annyi elég, hogyha hagynak minket birkozni. Uh-huh. És most ezt láthattuk, hogy hagytak minket birkozni, és ezt köszönjük szépen. Éltünk a lehetőséggel. Úgyhogy nyilván nagyon-nagyon sok összetevője van ennek a dolognak, ahogy elmondtam azt is, hogy ugye 20-ba, mikor ott voltunk Tatán, több mint 100 birkozóval, és készültünk a 20-as olimpiára, márciusban is egyszer csak bejelentették, hogy off, és a budapesti kvalifikáció elmarad, olimpiával azt se tudjuk, mi lesz, elmarad, vagy törlik, vagy... És ott voltunk egy olyan világbajnokság után, amit megnyertem, ahol a Viktor ezüstérmes lett, belepakoltunk egy nagyon kemény alapozást, versenyidőszakot kezdtük volna meg, hihetetlen jó formába, és egyszer csak jött ez az egész helyzet. Az is ott... Ez már nálad szinte szerencsét hoz, ahogy, mert azt mondtad, emlékszem, a 19-es éved is olyan volt, ezt meg a Viktor mesélte, hogy darázscsípés, bukasérülés, azt hagyjuk, az kegyetlen volt. És utána 100 évesenben húztad a bébét. Azt nem is értem, az lehetett, hogy ott rutinból, meg az a rengeteg munka, amit elvégeztem, és ott felhalmozódott bennem, meg nagyon sok mindennek össze kellett állni, hogy az ott úgy alakuljon. Most azért teljesen más volt a helyzet, és visszatérve erre a pandémiás időszakra, hogy ugye mindenkit hazaküldtek, és nem tudtuk, hogy mi lesz, ugye edzés lehetőség nem volt, a központi termek bezártak, nem tudtuk, hogy mi lesz, és egy dologban voltunk biztosak, hogy nem állhattunk le. Hogy bíztunk benne, hogy lesz olimpia, és ahhoz, hogy mi ott eredményesek legyünk, hát nincs leállás, ugyanúgy edzettünk ketten, most gondolj bele, én a Viktorral, hónapokig. Úgyhogy hát azt nem kívánom senkinek. Nyilván azért hál' Istennek volt segítségünk, a Tollár Dani lejött nekünk segíteni, meg még párom, most nem akarok mindenkit megnevezni, de nagyon sokat voltam a Viktorral, hogy csak ketten lementünk, és az Úristen, az egy nagyon nehéz időszak volt, és ott az lebegett a szemem előtt, hogy ezt az időszakot most jól meg kell csinálni, és számítani fog. És ezt mondogattuk egymásnak, hogy higgyük el, hogy számítani fog, hogy most nem állunk le, és tesszük a dolgunkat, és én biztos vagyok benne, hogy ez most számított. Hát számított, ez biztos, és ugye most a felkészülésről beszélünk, de mi a helyzet, amikor már ott vagyunk, hogy versenynap van, ott mivel tudjátok, vagy hogy tudjátok konkrétan segíteni egymást, tehát hogy mi lesz a honlapi forgatókönyv számodra, illetve mi volt ma neki, miután ő végzett a meneteléssel? Hát én ugye idegroncsi, nem tudom nézni, szóval én például a német elleni meccsét azt egyáltalán nem néztem, ott az Alex pont akkor jött be a szobába, bekapcsolta a tévét, mondta, hogy megy a Viktor, mondom, pa-pa-pa-pa-pa-pa. És akkor mondta, hogy 10 van hátra, és jók vagyunk, mondom, mi van? Az egy óriási dolog volt számomra is, meg gondolom számára is, hogy ezen a németen túl tudott menni, abból biztos, hogy óriási erőt merített, és már ezt az erőt láthattuk az egyiptomival, ugye a döntőbe jutásért. És bízom benne, hogy ezekből az erőkből, meg abból, amit én ma csináltam, ebből fog meríteni a holnapi napba. Arra válaszolva nekem, hogy tényleg Cegléden mit tesznek az emberek, mert elképesztő küzdősportolókat nevel ki az a város, tehát hogy azért az Ungvárékat is tegyük oda mellétek. Nem csak küzdősportolókat, hát most már két ceglédi vízilabdás is. Jaj, van, aki Cegléden kezdte a vízilabdát, így van a Jansik meg a Matyi. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lehet a ceglédi vízbe, de valami és valami óriási balhé kerekedik, kit hívenek előbb a ceglédiek, a lőrincéket, vagy az ungváriékat? Hát nem tudom, általában szoktunk balhékba benne lenni, úgyhogy hiába az ungváriékat. Semmi más küzdősport? Nem tetszett soha? Egyszer emlékszem, kérdeztem tőletek, hogy már meg ilyenek, de mondhatod, hogy Isten, hát ez a box MMA, nézni nagyon szeretem, de azt nem szeretném, hogy engem arcon inzultáljanak, mert úgy érzem, hogy megsértődnék. És úgy poénból úgy vettem is fel kesztyűt, meg így
nem kesztyűztem soha életemben senkivel, de így viccelődgettünk, és akkor így rákoppintottak, hogy oh, nem ilyen beállítottságú vagyok. És ezt mindenki tudja, vagy hát akinek van birkózó ismerős, hogy azért ti aztán rendesen el tudjátok rúgni a bulikba is. Milyen ünneplés az, hazamész? Ezt nem tudom, kitől hallottad ezt, egyáltalán. Aljas rágalom. Nem tudom, ki volt az informátorod. Biztos a kacsa mondni ezeket. Hát nem tudom, nagyon sokat koptam már ezen a szinten is. Főleg azóta, amióta gyerkőcök vannak. Tudod, amikor úgy nem is nagyon volt olyan, szerintem, hogy úgy egy jó buliból hazamentem volna, de olyan volt, hogy egy kicsit a srácokkal kimaradtunk, dumáltunk, és mikor reggel 6-kor tudod, így nagyon fáradt vagy, és jön egy kis kéz, és apa, mit csinálsz? Mit csinálsz, apa? És így kinyitja a szemedet, apa, mit csinálsz? Hát aludtam volna, de mondom, most már akkor hagyjuk. És akkor majd gondolj bele, hogy egy ilyen komolyabb éjszaka után hazaesel, egy ilyen apa, mit csinálszra, az nem, úgyhogy, de már nem is tudom, valahogy nem is jó, közhelyes, biztos, mert lesz buli, tuti, hogy ezt meg fogjuk ülni, és ebben az elmúlt, nem is tudom milyen hónap van, augusztus van, az elmúlt 8 hónapban nem igazán volt erre lehetőség. Ugye, alapoztunk, EB-re készültünk, ez a Covid helyzet is azért, amit lehetett, inkább megtettünk, hogy biztos, ami biztos, hiába oltás ide vagy oda, nem kockáztattunk, és azért hiányzik egy nagy lelazulás. De megmondom őszintén, hogy sokkal jobban kikapcsolódok, hogyha egy kicsit többet lehetek otthon a családdal, és ha elaludtak a gyerekek, akkor tudom én, nem esével iszunk egy pohár bort, vagy ilyesmi. De nyilván ezt meg fogjuk ünnepelni. Jó, már megnyugodtam, azt hittem, tényleg rosszak az információim.